A legré, legrégebbi 1974-es úszó korosztályos rekordot döntötte meg a 10 éves Juhász Dóra Richard 800 gyorsan, méghozzá majdnem 6 másodpercet javítva rajta. Az ifjú versenyzőt nagy tehetségnek tartja edzője Lőrinci György, mi pedig az előttük álló kilátásokról beszélgetünk a két MTK sportemberrel. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Urak, Gyuri, kezdjük ott, hogy hát igen, ez kis ilyen 41 éves rekord volt. Mitől tudott 800 gyorsan ekkora szakállat ereszteni egy ilyen csúcs? Igen, igen, igen. Hát fiatalkoromból adódóan én nem tudok még annyira rálátást nyerni a régi edzés módszerekre, de azt tudom, hogy abban az időben nagyon sok méter számot úztak a fiatal gyerekeknek. Meg volt az előnye és meg volt a hátránya. Az előnyének azt lehetett, azt lehetne kiemelni, hogy nagyon korán beértek, de viszont kiegtek elég hamar. 14-15 éves korukra. Uh -huh. Szóval azért mondom, hogy óvatosan kell bánni a mai fiatalokkal, kicsit ilyen játékos edzést kell nekik biztosítani, és folyamatosan motiválni őket, hogy megmaradjon ez a lendület. Jó, erről majd mindjárt beszélünk. Azt nézzük, hogy mekkora fegyvertény ez a csúcs döntés. Ugye az eltelt hatalmas idő mellett ilyen erejű berobbanással kik hívták fel az elmúlt évben, évtizedekben magukra a figyelmet? Hát megmondom őszintén, hogy ez a csúcs, abban különbözik mondjuk a, a Hasonló korosztályban elér gyerekekétől, hogy a korosztályos csúcsok, ez a világrendje, hogy megdöntik őket. De ez egy 40 41 éve fennálló csúcs, talán ezért is lehetett ennek ekkora médiaértéke ennek a dolognak. Például, hogy miért ilyen nagy szó, tudnám rá azt mondani, hogy sokaknak savanyú a szőlő ezáltal, mert egy pár már próbálkoznak az úszó szövetségben olyan, hát most versenyen kívül indult a Ricsi, akkor hogy lehet hitelesíteni ezt az időeredményt, de hát én ezen a Richi-vel csak egy jót mulatunk ezen. van, mennek a, a piszkálódások? Persze, persze, persze. De miért? Hát nem tudom már, hogy versenyen kívül kicsi, hogy indulhatott el a nagyobbak között, akkor ez nem is lehetne hiteles ez az, az időeredmény, de hát mondom, hogy én ezen csak egy jót nevetek. az igen, mert ugye ti kifejezetten csúcsdöntési döntési nem, nem, is mentetek nem, oda? nem, nem, mi edzésből mentünk oda, én tudtam azt, hogy a Ricsi azért képes csúcsot úszni, nem csak mm -hmm. ezen a távon, akartunk úszni egy jó időt, leadtuk a nevezését, a versenybizottság elfogadta, Elindult, úszott egy nagyon jó időt. Mennyivel voltak idősebbek a többiek? Ö... Amíg most kekeckednek ezek szerint? Igen, felnőttek között is indult, de 2004-es volt a legkisebb korosztályú srác, aki elindulhatott ezen a versenyen. 75-en indultak, és így mondhatom, hogy az abszolút mezőnyben 25 lett. De be benne vannak a felnőttek is. Ricsi, mit szólsz ehhez, hogy így nem akarják egyesek, hogy elismerjék hát ezt a csúcsot? nem ennyire. Hát megértelek, azt mondnak, hogy hogy mivel hogy nagy nyertél, egy ilyen úszás, egy ilyen verseny az mennyivel nehezebb annál, mint hogyha ugye, ott lennének a nyomodba is lihegnének, és ugye tolnának is, tehát másokkal is kellene versenyezni. Így elsősorban az idővel kell, az órával kell versenyezni. De ez nehezebb így? Hát igen, nehezebb. Igen? Hm, és miért nehezebb? Mert akkor vannak legalább ellenfelek, és tudok úszni legalább. Uh -huh. Azt mondd meg, hogy úszás közben te megérezted, hogy ez nagyon jó idő lesz? Anna 400 méternél tudtam, hogy meg lesz, mert láttam az edzőm mutogatását, hallottam már. Aha, tehát akkor már, az, mondjuk még akkor elronthattad volna, de, de ezek szerint akkor te már érezted, hogy akkor meg lesz a csúcs. Uh -huh. uh, hát ez egy, hogyha egy képzetbeli időutazásban az egykori rekordere Horváth Zsoltán meccseltek volna, akkor mennyi, mennyi volt, lett volna ez? Hát másodperc szerintem Nézzük körülbelül az... egy 10 méter. Az elég szép. Igen, igen, az egy elég, jelentős. És akkor te mutattad Ricsinek már 400-nál, hogy... Hát igen, ilyen euforikus állapotban voltam, szóval azért de Ricsi maximum a hangomat hallhatta, mert elég távol voltunk egymástól, de de már olyan egy hosszú mozgunk, hogy szerintem ő megérezte, hogy tényleg ebből egy jó eredmény fog kisülni. Ricsi, a, a, mi szükséges egy ilyen jó úszáshoz? Szóval, hogy igazából te milyen körülményeket szeretsz? Milyen legyen versenyeket? Egy, legyen egy szülő, aki el tud vinni versenyekre, edzésekre, meg legyen egy jó edzőm. Értem, tehát, tehát apa vagy anya ott legyen. Igen. Az jó. Most ezúttal ki volt, ki volt a kabala, a csúcs? Hát anya meg az apa is. Mind a ketten ott voltak? Igen. Hát akkor minden adott volt hozzá. Igen. Ez, ez, ez a dolog lelki része és előbb már utaltál, hogy a kiégést hogyan kell elkerülni. Igen. Milyen veszélyek vannak itt? Hát például az, hogy sokan abban a hibában esnek, hogy már ö nem akarnak lemaradni a saját korosztályuktól, és akkor az edzők elmondják, hogy már 8 évesen lehordják a kisgyerekeket úszni. Mondjuk a Ricsi is lejár már 10 évesen egy-két heti reggeli edzése, de nem azért, mert én túl akarnám őt terhelni, csak mondjuk sokan el baltázzák azzal a dolgot, hogy leúszhatnak egy 5 kilométert hasonlókorú gyerekekkel egy edzésen, de nem magyaráznak. Én azért tartok egy héten egy-két edzéssel többet, mert nagyon fontos számomra a kommunikáció is. Szóval mm -hmm. nem tudom én azt megcsinálni, hogy ezt úszátok le, leadom a méter számot, és utána menjetek haza. Valami nem tetszik, megállítom a sorozatot, elmagyarázom, hogy mi volt ebbe a probléma, de ez időigényes dolog. Mm -hmm. Szóval azért mondom, hogy nem szabad őket hajtani, folyamatosan motiválni kell őket, játékos részeket be kell tegyünk a dologba, és mondom, én Nézzük, baráti barát, viszont is ki kell alakítani uh -huh. velük. De, Ricsi, akkor te szeretsz edzésre járni. Igen. A mesterhez. Igen. És, de mondja, mi, miért jók ezek az edzések? Tehát milyen, milyen játékok szoktak itt lenni? Hát, mert uh, szeretek hajtani, meg szeretek nagyon úszni, de sírni nem szoktam. Aha. <laughs> Csak Inkább nagyon ritkán a víz Miket, miket szoktatok itt hülyéskedni, játszani egyébként még az edzés? Lebújunk a vízzel, erre meg ilyesmik. Uh -huh, tehát megy folyamatosan a, 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 a játék is. Igen. Uh, mennyi, neked most mennyi edzésed van egy héten? Minden nap mész? Nyolc. Nyolc. Uh -huh. Na igen, csak ugye akkor ezek szerint az a, az a fontos, hogy a monotónia el a monotóniát kell félretolni, mert az a legveszélyesebb. Így van, hát külön meg. kell tartani a sprinter edzéseket, hosszú táv, technikai edzés, amikor egy kicsit a robbanékonyságra kell rámenni, hosszú távra, illetve nyújtól lazító edzéseket. Ennyi időskorban nagyon fontos, hogy nem szabad őket még fizikai edzéssel leterhelni, azért már akkor megállnak Tehát a az a, a az, 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 erőedzéseket, a gyúrást, akkor, akkor így, a kiégés? Így van, így van, így van. Szóval ez is a jó ebben a dologban, hogy a Ricsi ahhoz képest, hogy tényleg mentálisan, fizikálisan, hajlékonyságilag egybe van, még így is nagyon sok hibája van neki, de az a jó, mert hogyha most tíz évesen kész lenne, akkor nehéz lenne innen már fejlődni. De mondom, én látom azért már az út végét, hogy miket kell javítani, és hogy hova érhet. Mm -hmm. Na, mindjárt erről is beszélünk. Ricsi, mi, miért szeretett az úszást? Igazából te most már eldöntötted, hogy, hogy egy nagy élversenyző szeretnél lenni majd, hogyha nagy lesz? jutni az olimpiára. Hát akkor olimpiai bajnok szeretnél lenni, nem? Igen. Úgy hát érdemes ennek neki vágni, nem? Igen. Mi, miért? Szóval igazából hogy tudnád megfogalmazni, mi, mi a jó az úszásból? Hát, hogy hát lehet hajtani benne, meg szárazföldi edzések is jók, meg hogy jó, jó idéket úszol. Jó, érdekes sportálatban. Igen. Akkor. Uh -huh. uh, Gyuri, ha, uh, ugye már régóta ismered Ricsit. Igen, így van. Igazából... Uh, Igazából egy nagyon kicsi gyerekről miből látszik, miből látod meg, hogy tehetséges, és itt van, itt van ezer szempont a, a, a testalkat, a vízfekvés, de igazán kicsiknél miből látszik? Így van, hát ilyen nagyon kicsiknél azért még annyira... Nem lehet megmondani. Már hogy... amikor mondta vetted is, hogy. Hát ez jó egy szóra. érdekes történet, mert három éves korában jött le, és nagyon félt a víztől, édesanyja pont azért íratta be magánórára hozzám, hogy legalább hozzászokjon a vízhez, mert mondom, egyszerűen nem, nem akart elindulni. És akkor egyik pillanatra a másikra megindult, lett egy jó vízfekvése van, tényleg jó izomzata van hozzá, de még mindig azt mondom, hát a Richie meg csak tíz éves, akármi történhet még, de rajta vagyunk, hogy minél pozitívabb legyen a dolog. Van példaképed, Ricsi, vagy kedvenced a igen. nagy úszók közül? Kis Igen? Igen. Hát és akkor őt láthatod is ez edzés jel. közben, tehát ez így egy jó helyzet. A 800 igen. meg volt, most a 400, aztán az 1500 as csúcs igaz? Ö, igen, még egy De cicsit, nem görcsöltök rá. Nem, abszolút nem görcsönünk erre, a 800-ra se görcsöltünk rá. De most egy kicsit egy dilemában vagyok, mert egy kicsit ki szeretném próbálni középtávon is. Azt meg el kell döntenünk, hogy az évig időről, Európa nem mondjuk 200-on megyünk rá a csúcsra, vagy a 400, illetve 1500-on. De az biztos, hogy gyorsúszó lesz. Nem biztos. Az sem biztos, nem, még ez is nem. egy érdekes kérdés. Simán é. lehet, hogy más úszás hát, nem Hát nem csak gyors úszásból is a vezető, ettől függetlenül. Vannak még neki előnyös számai, de mondom, mondjuk mellúszásban elég gyenge, de mondom, tíz éves gyerekről beszélünk, lehet, hogy éppen mellem fog a legnagyobbat robbantani majd a későbbiekben. Jelenleg igen, a gyors úszás fekszik neki a legjobban. Jelenleg. Az nagyon helyes, hogy ilyen ambíciói van, aki szeretne olimpiai bajnok lenni. Ezeket az álmokat az ő esetében Nyugodtan lehet táplálni, igaz? Tehát a persze, potenciál persze. Benne szóval van, nem? Így van, földön kell tartani azért uh -huh. jelenleg ezeket az álmokat, hogy két lába járjon a földön, de tényleg azt mondom, hogy ha ilyen sem dolgozik tovább, akkor a jövőben bármi előfordulhat. Melyik a kedvenc számod az Gyors. De melyik táv? Hát 400. Uh -huh. a, akkor lehet, hogy benne van ebbe a, 200 -a. a igen. E, hát e, körülbelül mondjuk egy-két év múlva hol kell tartania? Kettő év múlva még akkor is olyan korban lesz, hogy a, a saját korosztályában, itt Magyarországon belül kell majd megmérettetnie magát. Az a cél, hogy tényleg kifinuljunk csak a többi nemét is, mert akár lehet belőle egy jó vegyes úszó, hát úszó, mondom, bármi megtörténhet. 12 éves lesz két év múlva, még akkor is a nemzetközi porondon még nem tud annyira megmérettetni korából adódóan. No, hát akkor jó munkát nektek, és akkor figyelni fogunk. Köszönjük, köszönjük szépen, el, köszönjük szépen. El, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.